Igazi nagy üzem lesz a héten Brüsszelben, az uniós bürokraták célkeresztjében ismét Magyarország szerepel. Kábítószerrel kereskedett egy francia polgármester, a nő kokaint és füvet árult, de több ezer eurót és aranyrudat is találtak nála. Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópályán, kartonpapírt szállított, azt kapott lángra, nem tudni mitől, a forgalmat lezárták. Sorra dőltek meg az áprilisi melegrekordok Európa országaiban a hétvégén, Ausztriában és Csehországban több mint 30 fok volt. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. Valóságos politikai nagyüzem várható a héten Brüsszelben, ugyanis az Európai Parlament ülésein ismét Magyarország lesz napirenden. Mindemellett a jelenlegi uniós baloldali többség a migránspaktumot és Ukrajna további finanszírozását is el akarja fogadtatni a képviselőkkel. Szakértők szerint Magyarország komoly támadásokra számíthat ezekben a témákban, ugyanis a magyar kormány nem ért egyet sem a migránspaktummal, sem pedig Ukrajna korlátok nélküli támogatásával. Ideológiai támadást indított Brüsszel ellen Orbán Viktor, írta a Politico. A brüsszeli portál terjedelmes cikkében úgy fogalmaz, a magyar miniszterelnök nem elhagyni, hanem átformálni akarja az Európai Uniót. Orbán Viktortól és a jobb oldal előretörésétől retteg a Politico, ezt már a Magyar Nemzet írta. Szerintük még a brüsszeli portál is elismeri, hogy a júniusi EP választáson erősödhet a jobb oldal, ráadásul ezzel csaknem egy időben kezdődik a magyar soros elnökség is, amelynek fő témája a migráció és az unió balkáni bővítése lehet, Ukrajna támogatása helyett. A brüsszeli bürokraták láthatóan versenyt futnak az idővel. Az Európai Parlament szerdán és csütörtökön tartja egyik utolsó ülését a voksolás előtt. Egyebek mellett el akarják fogadtatni a migráns paktumot, amivel a többi között migráns gettókat hoznának létre. De napirenden vannak a háborúpárti előterjesztések és Ukrajna további segélyezése is. Visszatérő elemként pedig a magyar jogállamiságról is vitáznak a képviselők. Elemzők szerint a bürokraták mindent megtesznek, hogy a nagy vitákat kiváltó javaslatokat még az EP választások előtt áterőszakolják a tagállamokon azért, hogy azokat egy új összetételű parlament később ne tudja megváltoztatni. Kemény lesz az a politikai adok-kapok, amire lehet készülni. A jogállamisági kérdéseket és eljárásokat nyomásgyakorlásra használja Brüsszel. Erről a századvég vezető elemzője beszélt az M1-en. Palócz András szerint ennek az az oka, hogy Magyarország és Brüsszel között törésvonalak húzódnak a háború és a migráció kérdésében. Ezek okán látok támadásokat. Azt, hogy ennek mi lesz a formája, adott esetben épp jogállamisági eljárás, vagy éppen egyéb más típusú jelentések és hasonlók, ezek mind-mind csak részletkérdések, ezek eszközök egy nagyobb politikai történetben. A Fidesz EP képviselője is komoly támadásokra számít. Deutsch Tamás a minap arról beszélt, az európai baloldal és a magyar dollár baloldal mindent megtesz Magyarország ellen. A koreográfia ugyanaz, jól ismert hazugságokra, rágalmakra, mesterkélt ürügyekre építő megfogalmazások, amivel persze megint támadni akarják Magyarországot, a magyar embereket. Az Európai Unió kudarcot vallott. Brüsszel nem tudta megfékezni az illegális migrációt, zsarolásra használta az uniós forrásokat, ráadásul a háborúba is belevinni Európát. Ezt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter mondta. Bóka János hangsúlyozta, Brüsszelben változás kell. A változásra azért van szükség, hogy Brüsszel a háború helyett a béke oldalára álljon. Azért van szükség a változásra, hogy a gazdasági elszigeteltség és az észszerűtlen központi tervgazdálkodás helyett a konnektivitást és a versenyképességet helyezze középpontba. Azért van szükség változásra, hogy csak azokat engedjük belépni az Európai Unió területére, akik arra jogosultak. A miniszter szerint a magyar uniós elnökség éppen ezeknek a céloknak a megvalósításán fog dolgozni a jövőben is. Bóka János kiemelte, 2024 Brüsszelben is elhozhatja a változást. A héten tehát ismét Magyarország lesz a célkeresztben Brüsszelben. A témát Barack Eszterrel folytatjuk, hozzá kapcsolunk most a közmédia brüsszeli uniós központjába. Eszter, véletlen egy belsés, hogy Magyarország megint ennyire a középpontba került, vagy valamilyen szándék is meghúzódik, meghúzódhat-e mögött?
Jó napot kívánok! Jól látszik, hogy az elmúlt években az Európai Parlament Magyarországgal kapcsolatos vitái mindig egyfajta mintát követtek. Ez azóta van így, hogy elindult hazánk ellen az úgynevezett kondicionalitási eljárás, amelynek keretében az Európai Unió hazánknak kiáró uniós forrásokat fagyasztott be jogállamisági aggályok miatt. Ebben az eljárásban az Európai Parlamentnek nincsen semmilyen szerepe, de a maga politikai eszközeit igyekszik kihasználni a lehetőségekhez képest, hogy Magyarország ne jusson hozzá a neki járó pénzekhez. Ez így volt most már az elmúlt években mindig, amikor a tárgyalások a magyar kormány és az Európai Bizottság között közeledést mutattak, akkor az Európai Parlament mindig közbelépett, és így van most is, ebbe a sorozatba illeszkedik a mostani vita is, amelynek során a hivatalos parlamenti előzetes szerint a legfrissebb magyarországi eseményeket vitatják meg a képviselők, de lényegében ugyanazokról a kérdésekről lesz szó, mint az elmúlt hónapokban. Például a Magyarország ellen folyó, de lényegében elakadt, vagy mondjuk úgy, hogy akadozó hetes cikk szerinti eljárásról, amivel a Soros elnökséget adó tagállamok nem akarnak, vagy nem tudnak mit kezdeni. Azután a júliusban kezdődő magyar Soros elnökségről, amelyet az Európai Parlament tavaly megpróbált megakadályozni, és a kondicionalitási eljárásról is. Továbbá minden olyan dologról, ami ide kapcsolódik, például hogy magyar kutatók és diákok nem vehetnek részt emiatt az Erasmus, illetve a Horizont programokban, és legfőképpen arról a 10,2 milliárd euróról, amit az Európai Bizottság tavaly szabadított föl a magyar igazságügyi reform elfogadása után, és amelyet a parlament nem tud elfogadni, olyannyira nem, hogy emiatt az Európai Bizottságot be is perelte az Európai Bíróságon. A másik vita ugyancsak szerdán lesz, és a kínai rendőrök magyarországi járőrözése miatt tűzték napirendre a liberális sok javaslatára. Ők ugyanis úgy vélik, hogy ez egy titkos és tisztességtelen rendőri művelet. Ugye a háttérben az áll, hogy a magyar és a kínai illetékesek megállapodása nyomán a magyar rendőröket kínai járőrök is elkísérhetik majd a biztonság nagyobb fokozása érdekében. Ez nem új gyakorlat, állítólag több tagállamban volt, illetve van hasonló, de a liberális frakció most látta elérkezettnek az időt, hogy vitát, hogy a napirendre tűzze a vitát, mert úgy vélik, hogy ez az együttműködés veszélyes a demokráciára és a közbiztonságra is. Varadka Eszternek köszönjük a jelentkezést. Dróntámadások érték Európa legnagyobb atomerőművét Zaporizsjában, komoly károk keletkeztek a létesítményben. A támadás során egy ember meghalt. Moszkva az ukrán hadsereget vádolja az akció végrehajtásával, Kijev azonban tagadja ezt. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint károsult ugyan a hatodik blokk kupolája, az erőmű továbbra is biztonságosan üzemel. A zaporizsjai erőmű az ukrajnai háború kezdete óta az orosz hadsereg irányítása alatt áll. Az ukránok több kísérletet tettek a létesítmény visszafoglalására, de egyelőre nem jártak sikerrel. Június 15-én iktatják be hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét, Peter Pellegrinit, aki meggyőző fölénnyel nyerte az elnökválasztás második fordulóját. A volt szlovák miniszterelnök a szuverenista Robert Fico jelenlegi kormányfő szövetségese. Peter Pellegrini győzelmi beszédében ígéretet tett arra, hogy Szlovákia a kormánnyal együttműködve a béke mellett áll ki. Részletek Bartal Tímeától. Megerősítette, hogy nemzeti, szuverenista politikát fog folytatni az államfői hivatalban, békepárti politikát szeretne folytatni ott is, bár az államfő túl sok jogkörrel nem rendelkezik, de továbbra is szeretné megakadályozni azt, amit hatalma van megakadályozni, nem szeretné, hogy például katonákat vagy fegyvereket küldjön Szlovákia Ukrajnába. Ezen kívül azt is kiemelte, hogy szeretné betartani azokat az ígéreteit, amit a felvidéki magyarok vezetőinek, a Magyar Szövetség elnökségének tett. Erre emlékezni fog az államfői hivatalban is. A szavazatok 33,7%-át kapta a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság párt vasárnap a lengyel helyhatósági választások első fordulójában, míg a kormánykoalíciót vezető polgári koalíció a Voksok 31,9%-ára tett szert. Ez derül ki a szavazóhelyiségekből távozók körében végzett felmérésből. Az Ipsos közvéleménykutató által készített exit poll eredmények szerint a 16 lengyelországi vajdaság
kormányfőnök közül, a polgári koalíció 10-ben, a jog és igazságosság pedig 6-ban győzött. A részvételi arány 51,5%-os volt. Az izraeli háború kitörésének féléves évfordulóján Izraelben és az Egyesült Államokban is béketüntetéseket tartottak a Hamász által elhurcolt túszok kiszabadításáért. A vasárnapi tüntetéseken azonban egyértelművé vált, hogy nincs teljes egyetértés arról, hogy hogyan kellene visszahozni a foglyokat. Sokak szerint az azonnali tűzszünet lenne a megoldás, mások viszont úgy gondolják, hogy az izraeli kormány helyett a Hamászra kell nyomást gyakorolni. Testükből formáztak homokórát az izraeli békeaktivisták vasárnap Tel Avivban. A lepergett homokszemeket szimbolizáló emberek vörösre festették a tenyerüket. A formációban résztvevők ezzel azt akarták kifejezni, hogy sok izraeli túszt még a háború kitörése után fél évvel sem sikerült kiszabadítani. Úgy érezzük, mintha Izraelben és az egész világban megfeledkeztek volna a túszokról. Ez nem történhet meg. Mindenkinek azért kell küzdenie, hogy hazatérhessenek, mondta az egyik aktivista. Közben Jeruzsálemben kürt szó hívta a lakosokat a legújabb béketüntetésre. A nap folyamán egyre többen gyűltek össze az izraeli parlament épülete elé, hogy az izraeli túszok kiszabadítását követeljék. A demonstrálók szerint a foglyok kérdése a politikai meggyőződésen túlmutató nemzeti ügy, ezért teljes összefogásra van szükség. A túszok családjai mind eljöttek, mert nem bírják már tovább a szeretteik nélkül. Az embereknek meg kell érteni, hogy valamennyünk közös felelőssége kiszabadítani őket a fogságból. Ez fontosabb, mint a politika vagy a vallás, mondta egy nő. Ennek nincs köze a politikához, akiket elhurcoltak, akár az én vagy a te rokonaid is lehettek volna. Ez nem számít. Az számít, hogy mi egy ország, egy lélek vagyunk, ezért össze kell tartanunk, mondta egy másik tüntető. A megoldatlan túszkérdés egyre nagyobb társadalmi feszültséget okoz az országban. Egy friss közvéleménykutatás szerint az izraeli lakosok csak nem kétharmada úgy gondolja, hogy a kormány nem tett meg mindent a Hamász által elhurcolt honfitársaik kiszabadításáért. A helyzetet a külföldön élő zsidó diaszpóra csak tovább árnyalja. A háború kitörésének féléves évfordulóján Washingtonban és New Yorkban is több ezren tüntettek a békéért. Azt akarom, hogy együtt kiáltsatok velem itt a Lincoln emlékműnél, a szabadság szimbólumánál. Kiáltsunk addig a foglyokért, ameddig szabadon nem engedik őket, mondta az egyik izraeli túsz hozzátartozója. A Hamász továbbra is mintegy 130 izraeli túszt tart fogva, a kiszabadítások módjában azonban nincs egyetértés. Naftali Bennett korábbi izraeli kormányfő New Yorkban arról beszélt, hogy Izrael helyett a Hamászra kellene nyomást gyakorolni. A tüntetésen résztvevők üdvrivalgással reagáltak a politikus szavaira. Egy babakocsiját toló édesanyát késelt halálra egy 25 éves férfi Angliában a hétvégén. A támadás Bradfordban történt. A Guardian szerint egy Habibur Mashum nevű vékony testalkatú ázsiai férfi ellen indítottak hajtóvadászatot, akinek a fotóját is közölték. A támadás helyszínén találtak egy kést, de azt egyelőre nem erősítették meg, hogy az volt-e a gyilkos fegyver. A hírek szerint a babakocsiban lévő gyermeknek nem esett baja. Kábítószer kereskedelem miatt őrizetbe vették egy francia város polgármesterét. A nőnél 70 kg kannabiszt és 1 kg kokaint, 7000 euró készpénzt, sőt, aranyrudat is találtak. A Franciaország közepén található Avalon vezetőjét hetek óta megfigyelték. Az ügyben a csendőrség összesen 7 embert vett őrizetbe, köztük a polgármestert és annak két testvérét, akik már korábban is ismertek voltak a hatóságok előtt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt. Földkörüli pályára el Dél-Korea második kémműholdja hétfő hajnalban. A szatellitet az amerikai magánűrvállalat, a SpaceX juttatja fel a világűrbe Falcon 9-es rakétájával a floridai Kennedy űrközpontból. A dél-koreai hadsereg közleménye szerint a kémműhold jelentős előrelépést biztosít az önálló hírszerzésben és megfigyelésben. A sikeres kilövése alig néhány nappal azután került sor, hogy Észak-Korea bejelentette, több kémműholdat is földkörüli pályára állítanak idén. Az elsőt már tavaly novemberben sikeresen feljuttatták az északiak.
Egy újabb kulcsfigura bukhatott bele a 100 milliós számlagyár működtetésével gyanúsított Wigmorehoz köthető hitpénzbotrányba, értesült a Mandiner. A portál információja szerint a Praxis által eltiltott jogász mellett egy másik ügyvéd, Hegedűs Dániel is óriási összeget, 500 millió forintot vehetett fel készpénzben a Lánchíd felújítását végző cégtől. A Mandiner emlékeztet rá, hogy az ügyben a NAV nyomozói összesen 33 fővárosi helyszínen tartottak már házkutatást, és dokumentumokat, elektronikus adatokat, valamint készpénzt is lefoglaltak. Úgy tudjuk szétfeszíteni a gazdaság belső határait, ha minél inkább a külpiaci tevékenységre fókuszálunk, ezt mondta Kecskeméten a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy utánfutó alkatrészeket gyártó cég beruházás átadóján hangsúlyozta, a magyar gazdaság exportorientált, ezért fontos, hogy a világgazdaság se a blokkosodás irányába haladjon. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Exportvédelmi Program keretében eddig 43 vállalatot támogatott, összesen 64 milliárd forinttal. A mostani kecskeméti beruházáshoz a kormány 400 millió forintot biztosított. Ennek a beruházásnak olyan hosszú távú hatásai is vannak, amelyek önmagukon túlmutatnak, és a magyar gazdaság dimenzió váltásához is hozzá tudnak járulni, hiszen itt a gyártás egy magasabb technológiai színvonalra került, sokkal rugalmasabbá, sokkal gyorsabbá vált. Ráadásul ezek a gépek már egy egészen új típusú képzettséget és szakértelmet igényelnek a munkavállalóktól, így a munkavállalók képzése is egy fontos szemponttá vált. Csőtörés miatt lezárták a Veres Péter utat a főváros 16. kerületében. A katasztrófa védelem azt közölte, egy nagy és egy kis átmérőjű vízvezeték is eltört, a víz elöntött két mélygarást és beszakadt az út is. A tűzoltók szivattyúkkal távolítják el a vizet az épületekből, több BKK járat egyáltalán nem vagy terelt útvonalon közlekedik. Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. Csengele közelében teljes terjedelmében égett a papírárut szállító román jármű. A lángokat a nagy erőkkel kiérkező tűzoltók eloltották. A pótkocsi szállítmánya teljesen leégett és megsemmisült, de senki nem sérült meg. A tűz miatt egy időre lezárták az M5-ös érintett szakaszát, emiatt hatalmas kocsisor torlódott fel, de időközben helyreállt a forgalom. Felborult egy 130 embert szállító hajó Mozambik partjainál, csaknem 100-an vízbe fulladtak. A kelet-afrikai országban egy nemrég kitört kolera járvány elől menekültek egy közeli szigetre az emberek, amikor a tragédia történt. A hatóságok szerint a rossz állapotú halászhajót nem emberek szállítására tervezték, ráadásul sokkal többen tartózkodtak rajta, mint amennyit a jármű elbírhatott volna, ezért a hajó felborult, majd elsüllyedt. Sorra dőltek meg a meleg rekordok a hétvégén Európában, amely a szakemberek szerint a kontinens felett keringő meleg légtömegeknek köszönhető. Sokan próbálták hűteni magukat a strandokon, és voltak olyanok is, akik egy mindössze 13 Celsius fokos tóba is bemerészkedtek. Bár a víz hőmérséklete még csak 13 fokos volt, mégis sokan megmártóztak a hétvégén az ausztriai Burgenlandban található Neufeldi tóban. A felnőttek és a gyerekek így próbálták elviselni a 30 Celsius fokos hőséget. Igen, kicsit szokatlan, hogy már ennyire meleg van. A víz kicsit hideg, de egyébként remek, mondta egy fürdőző férfi. Nekem még mindig túl hideg a víz, a gyerekek viszont nem ennyire érzékenyek, ők egyből beugranak, mondta egy osztrák nő. A vízimentők bár csak május 1-től a strandszezon kezdetétől teljesítenek szolgálatot, arra hívták fel az emberek figyelmét, hogy ne maradjanak túl sokáig a hideg vízben. Az elővigyázatosság nagyon fontos, amikor vízbe megyünk, csak lassan szabad bemenni, a szervezetnek hozzá kell szoknia a hőmérséklet különbséghez, és nem ajánlott túl sokáig bennmaradni, mert kihűlhetünk, mondta egy vízimentő. Ez pedig már Csehország, ahol vasárnap szintén átlépte a hőmérséklet a 30 Celsius fokot. A mérések kezdete óta a legkorábbi trópusi napot 1934. április 17-én jegyezték fel. A hétvégén ez a rekord is megdőlt. Tavaly például június 18-án lépte át először a hőmérő higanyszála a 30 fokot.
Különösen meleg levegő áramlik Csehországba délről délnyugat felé, és ez az áramlás egyre fokozódik. Így a délutáni hőmérsékletek még a tegnapinál is magasabbak lehetnek, mondta vasárnap egy cseh meteorológus. A francia fővárosban sem volt szüksége meleg ruhákra a járókelőknek a hétvégén, a hőmérséklet ugyanis itt is megközelítette a 30 Celsius fokot, sőt, Dél-Franciaország egyes településein meg is haladta azt. A szakemberek szerint mindez az Európa felett keringő meleg légtömegeknek köszönhető. A francia meteorológiai szolgálat szerint valószínű, hogy a nyugat-európai országban idén megdől a legmelegebb április rekordja. Bozott tüzek pusztítanak Görögországban, 5 eső nélkül eltelt hét után a hétvégén több helyen is kigyulladt az erdő. Kréta szigetén a legsúlyosabb a helyzet, sokaknak kellett elhagyniuk az otthonukat. Sűrű füstgomolyok Kréta délkeleti részén. Egész Görögországban rendkívül súlyos erdőtüzek tombolnak. Csak szombaton több mint 70 tüzet jelentettek, amelyek mezőgazdasági területeken pusztítottak, a többségüket pedig Kréta szigetén regisztrálták. A lángok azután csaptak fel, hogy a térségben heteken át nem esett eső. A tűz egy hegyvidéki erdőben kezdődött, majd átterjedt a mezőgazdasági területekre is. A hatóságok elrendelték a közeli falvak kiürítését. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy vasárnap viharok érték el a szigetet. A Polgári Védelmi Minisztérium a második legmagasabb fokozatú riasztást adta ki, az erős szél ugyanis tovább szíthatja a tüzeket. A tengerparti területeket vasárnapra víradóra is a tűzoltóautók lámpái világították meg. A tűzoltók egész éjjel dolgoztak, és sikerült megfékezniük az egyik legnagyobb tűzfészket, azonban így is rengetegen kényszerültek otthonaik elhagyására. A tűz ezen a helyen már teljesen kialudt, azonban a katasztrófa védelem emberei az utolsó pillanatig itt maradnak, nehogy bármi baj történjen, mondta Lera Petra város polgármestere. Az elmúlt évben számos bozott tűz pusztított Görögországban. A török határ közelében található egyik nemzeti parkban óriási földterületek perzselődtek fel, Rodosz szigetén pedig mintegy 20 ezer embert kellett biztonságba helyezni. Szakértők szerint az idei erdőtűz szezon a szokásosnál korábban kezdődik. Orkán erejű széllel és hatalmas hullámokkal érkezett meg a brit szigetekre a Kathleen nevű vihar. A helyenként 110 km/órás széllökések miatt számos repülőjáratot töröltek, de akadozik a tenger és a vasúti közlekedés is. A lakosságot a hatóságok arra kérték, kerüljék a partokat, mert életveszélyes lehet. A figyelmeztetést azonban sokan nem vették komolyan. Több méteres hullámok ostromolják a part menti utakat, és vízpermettel borítják be az ott haladó autókat Man szigetén. És háborog a tenger Anglia déli partjainál is. A brit szigetekre 110 km/órás széllökésekkel érkezett meg a Kathleen nevű vihar. A hatóságok riasztást adtak ki a heves esőzések és az áradások miatt. Habár a lakosságot is figyelmeztették, hogy veszélyes lehet a partra menni, sokakat azonban ez nem rettentett vissza, és közvetlen közelről figyelték a hullámzást. A vihar Írországon keresztül az Atlanti-óceánról érkezett az Egyesült Királyságba. Az orkán erejű szél miatt az ír szigeten több tízezren maradtak áram nélkül. Habár a hatóságok az íreket is arra kérték, kerüljék a partmenti területeket, volt, aki még a vízbe is bement. Hallani és érezni a hullámok erejét egy olyan viharos napon, mint a mai. Ezt semmihez sem lehet hasonlítani, mondta egy ír férfi. A heves szél nem csak a hullámokat korbácsolta fel, de a légi közlekedésben is fennakadásokat okozott. Több tucat repülőjáratot töröltek. Már reggel meg kellett volna érkeznem Belfastba. A kedvezőtlen időjárás és az erős szél miatt azonban kétszer kellett próbálkozni a landolással. Elsőre nagyon közel voltunk, de nem sikerült, és másodjára pedig nehezen, mondta egy utas a belfasti reptéren. Az Egyesült Királyságban már több mint 140 repülőjáratot töröltek az időjárás miatt. A zord időjárás várhatóan keddig kitart az Egyesült Királyság partvidékén. Áramszünetek és utazási nehézségek várható Skóciában is, ahol a kompok közlekedését akadályozzák a hatalmas hullámok és az erős széllökések.
Erős utórengést jelentettek hétfőn Tájvánról, ahol helyszíni beszámolók szerint a fővárosban, Tájpejben több épület is megremegett. A szigetet április 3-án az utóbbi 25 év legerősebb, 7,2-es erősségű földrengése rázta meg. A katasztrófában legkevesebb 13-an meghaltak, mintegy 900-an megsérültek, és 6 embert még mindig keresnek. A múlt heti földrengést követően helyi idő szerint hétfő reggelig összesen 739 utórengést mértek. Ritka vulkanikus jelenségnek lehetnek tanúi azok, akik a napokban Szicíliára látogatnak. Az Etna ugyanis szerda óta minden nap füstkarikák százait pöfékeli ki magából. Szakértők szerint a kontinens legnagyobb aktív vulkánja jelenleg biztonságosan látogatható. Egyesek a gravitáció elől megszökni próbáló hullahopp karikáknak, mások repülő medúzáknak látják az Etnából felszálló füstgyűrűket. Szicília lakóit szerda reggel óta kápráztatja el a szürreális látványt nyújtó vulkanikus jelenség. Néhány nappal ezelőtt egy új kráter alakult ki a csúcs délkeleti oldalán. Tökéletes kör alakú szájának köszönhetően vulkáni füstgyűrűk jönnek létre a levegőben. Ez nem mindennapi látvány, mesélte egy helyi idegenvezető. Az úgynevezett vulkáni örvénygyűrűk, kürtőkből felszabaduló gázok és gőz elegyéből keletkeznek. Nem meglepő módon mágnesként vonzák a turistákat az amúgy is népszerű látványosságként ismert Etnához. A füstkarikákat pöfékelő tűzhányó Európa legnagyobb aktív vulkánja. Szakértők szerint azonban a ritka jelenség nem jár együtt fokozott vulkáni tevékenységgel. Ezért jelenleg bárki szabadon gyönyörködhet a pipázó hegy látványában. Az Etnából most naponta akár több ezer kör alakú felhő is felszabadulhat. Nincs még egy vulkán a Földön, amely erre ilyen nagy számban képes lenne. Ezért az itt élők a gyűrűk hölgyenevet adták az olasz csizma orránál, Szicília északkeleti partjánál terpeszkedő, több mint 3000 méteres óriásnak. Halálos is lehet az energiaitalok magas koffein tartalma. Erről beszélt a budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója a ma reggelben. A kardiológus főorvos azt mondta, az energiaitalok magas cukortartalma elhízáshoz vezet, ami korai magas vérnyomást, továbbá alvászavarokat okozhat, és a sok káros hatás miatt akarják ezeket betiltani a kiskorúak számára. Toldi Sédel Emil hozzátette, a cél, hogy a szabályozással tenni tudjanak valamit a következő generáció egészsége érdekében. Fiatalkorban ezek a fajta koffein hatások, adott esetben a ritmuszavarok, magas vérnyomás és elhízás, ezek mind olyanok, amiket nem szabadna megengedni, mert ezekből az emberekből függők lesznek később. Tehát ha az új belépőknél megfogjuk ezt a történetet, vagy minél érettebb életkorra rakjuk ennek a kipróbálását, akkor azt gondoljuk, hogy talán ezeknek az italoknak az ilyenfajta használata csökken. Két hét múlva kezdődik a fenntarthatósági témahét Magyarországon, amelybe a tervek szerint 400 ezer fiatal kapcsolódik majd be. Erről volt szó Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjének legújabb részében. A Pannon Egyetem mesteroktatójával arról is beszélgettek, lehet-e környezetvédelmet tanítani a gyermekeknek. Beszéljünk arról, hogy a fiatalok... Mit jelent a fiatalok számára a fenntarthatóság, és ez hogyan jelenik meg a magyar oktatásban? Egyebek mellett erről is szól majd a Kék Bolygó Alapítványnak a környezettudatosságról szóló programsorozata, a fenntarthatósági témahét. Tudják, hogy ez mit jelent? Vagy csak azért, mert ez egy jópofa dolog, ezen a héten csinálnak valamit, ami mondjuk inkább a környezet megóvásához kapcsolódik. A fenntarthatósági hét szervezésében idén is részt vesz a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének mesteroktatója. Áder János korábbi államfő Kék Bolygó című legújabb podcastjában Szűcs Attila elmondta, a fenntarthatóság fogalma a diákoknak talán a cselekvésre ösztönző kifejezés. A beszélgetésben kiemelte azt is, hogy a fenntarthatóság hetében meghívott szakemberekkel, interaktív játékos tevékenységekkel segítik a környezettudatos gondolkodás elsajátítását. Egy olyan projekthét vált lehetőségé a diákoknak, és természetesen ugye pedagógusoknak, összességében az iskoláknak, ami gyakorlatilag egy egészen más típusú tanulási formát
jelentett a diákok részére. Tehát ez egyúttal egy buli is volt, egy kicsit kikapcsolódni a hétköznapi programokból. A podcastban szóba kerül, hogy a Kékbolygó Alapítvány korábban létrehozott egy ösztöndíj programot a pedagógusok számára is, hogy még hatékonyabban tudják átadni a fenntarthatósági témakörhöz tartozó tantárgyakat. Megjelent két tankönyv, a Zöldföld 1-es és 2-es változata, ugye a középiskolák felsőbb, tehát a gimnáziumok felsőbb osztályra, aztán alsóbb osztályra, most írják az általános iskolásoknak szóló tankönyvet. Áder János hangsúlyozta, a középiskolákban választható tantárgy lett a fenntarthatóság, és most már érettségizni is lehet belőle. 2023-ban már 450 ezer gyermek vett részt, fiatal vett részt a fenntarthatósági témahét programjain. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy siker. Siker a kezdeményezők szempontjából, és siker a fenntarthatósági témahét lebonyolításában segítkező pedagógusok szempontjából is, hiszen nélkülük ez a rendezvény sorozat, ez a hét, ez nem lenne sikeres. Idén április 22-e és 26-a között rendezik meg a fenntarthatósági témahetet, amelynek kiemelt témái a levegő és élővilág, a szabadidő, a körkörös és hulladékgazdálkodás, valamint tudatos fogyasztás. Áder János legújabb podcastja már elérhető az interneten, és később visszanézhető a legnépszerűbb videó megosztó portálon is. Érettségizni fenntarthatóságból. Töretlen a Most vagy Soha film sikere Erdélyben, március 15-e óta már csaknem 30 ezeren vettek rá jegyet. Ennyi idő alatt ekkora nézettséget még egyetlen magyar film sem ért el Erdélyben. A hétvégén több székelyföldi városban is tartottak közönségtalálkozót. Sorban állva várakoztak a nézők a Székelyudvar helyi művelődési ház előtt, a Most vagy Soha vasárnap délutáni vetítésére érkeztek. Érdekelte, hogy valójában is milyen Petőfinek az élete, milyen volt a szabadságharc. Szentegyházán is megtelt a művelődési ház. Volt olyan néző, aki már sokadszorra vett jegyet a filmre. Harmadszor nézem meg, és ajánlom mindenkinek, ezt a filmet meg kell nézni. Egy igazi pörgő, családi akciókalandfilmet álmodtunk meg. Az 1848-as forradalom első napját feldolgozó alkotás történelmi alapossággal készült. Erről a film producere beszélt. Rákai Filip szerint a fikciós részek tették igazán fordulatossá a történetet. Nagybetűs közönségnek készítettük ezt a filmet, nem pedig mindenféle okoskodó kritikusoknak, akik még nem láttak belőle egy kockát sem, de már is leírták, hogy ez biztos az évszázad legborzasztóbb művészeti alkotása lesz. A közönség szeretete és reakciói hajtanak bennünket abba az irányba, hogy újabb és újabb filmek szülessenek majd. Lóth Balázs rendező kiemelte, hogy az erdélyi nézőket kifejezetten érdekli az alkotás, és kíváncsiak a forgatás kulisszatitkaira is. Erdélyben, Székelyföldön egészen fantasztikus fogadtatásra talált a film, tehát most már tényleg a negyedik közönség találkozón vagyunk, a harmadik napon, és nagyon nagy az a szeretet, ami árad felénk a nézőktől. A szereplők közül az osztrák elnyomók titkos ügynökét játszó Horváth Lajos Ottóval is találkozhattak a nézők, de meglepetés vendégként érkezett a vetítésekre a Szendrei Júliát alakító színésznő is. Szerettem volna megmutatni azt, hogy milyen modern és emancipált nő volt a korához képest, és nekem ez volt nagyon fontos az ő karakterében, hogy ezt a filmben megmutassuk, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Erdélyben megközelíti a 30 ezret a Most vagy Soha eddigi nézettsége. Ilyen rövid idő alatt még egyetlen magyar film esetében sem mértek ekkora nézettséget a romániai forgalmazók. Kedves nézőink, ez volt a Híradó déltől, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sport Híradó Környei Bencével.